maga a Pesti Magyar Tévé. Visk az egyik legfontosabb magyar település a Tiszamenti Kárpátalján. Csaknem 800 éves múltja, városi rangja, középkori vára, aminek mára csak a legendája maradt, történelmi fellépései, társadalmi szerepe méltóvá teszi arra az öntudatra, amellyel lépten nyomon találkozunk, ha az utcáit járjuk, lakóival beszélgetünk. Csak azt a 20. századot lehetne feledni, de sajnos nem lehet. A 80%-ban magyarok lakta Visken 1918 után románok, csehek, oroszok, ukránok uralkodtak. Egy dologban egyformán. A magyarság, a magyar kultúra nem kívánatos ezen a vidéken. A viskiek megtanultak ezzel együtt élni, de egyben nem engedtek. A magyarságukhoz való hűségük töretlen. Így jött el a 21. század, ahol talán már finomul a kín, de a tények arra figyelmeztetnek, a kitartás fontosabb, mint valaha. Ezt az 1943-ban állított hősi emlékművet, amelyet a szovjet bevonuláskor leromboltak, 2006-ban újra faraghatták, újra állíthatták. Nekünk az is reményt keltőnek számított, hogy a főtéren az ukrán zászló mellett ott lobog a magyar trikolor is. Az egykori koronaváros történetéről C. Bej Lajos tanár úr, helytörténész, a Viski monográfia írója mond néhány mondatot. Elég nehéz sorsú nép, de mivel hamar észrevették a magyar királyok, hogy nemes fémek találhatók a környéken, tehát arany, ezüst, és ezért nagyobb figyelmet kezdtek fordítani. És már vannak jelei annak, hogy a harmadik András is kiváltságokkal próbálta a települést felruházni azért, hogy felszabadítsa a munkaerőt, hogy szabadon foglalkozhassanak bányászattal. Ezt aztán Károly Róbert teljesen meg is valósította 1329-ben, a szőlősével egyenlő jogokat adott, és azóta tulajdonképpen egész a reformkorig Visk koronaváros volt, tehát nem adózott senkinek, csak a királynak. Sőt, vannak irataink, hogy Mátyás király el is engedte az adót, hogyha olyan rossz termésű év volt, vagy esetleg a Tisza áradása miatt szenvedett a község, mert ez gyakori volt. Ha azt kérdezem, hogy Visknek milyen kapcsolata volt a Tiszával, akkor ez egy szomorú történet? Nem. Halászat volt az egyik legfőbb szakma. Híres viski halászok voltak, és a híres galóca, ami a Dunai Lazac magyarul, az a piacokon nagy népszerűségnek örvendett. A viskiek ebből jól kerestek, akkor még sok hal volt. Ellenben hát nagyon sok nagy árvízről tudunk. Az egyik leghatalmasabb 1675-ben volt. Hasonló az 1998-ashoz, amikor ketté szakította a települést a Tisza, és itt folyt el előttünk. Ebbe az utcába? Ebbe az utcába, úgyhogy a templomba nem tudtak járni a nagy utcaiak, csak a kisszeresiek, és ezért volt az, hogy oda is építettek külön templomot. Meg kell jegyeznünk, hogy a templomfal melletti Panteon fafaragásait Balázs István, az iskola tanára készítette. Visk történetének minden fontos pillanatáról megemlékezve. Közöttük a legfájdalmasabbról is, hogy 1944-ben 32 zsidó családot veszített a község, majd az őszi esőben 300 viski magyar férfit hajtottak Málenkij robotra a bevonuló szovjet csapatok. A kismunkából 3 év lett, egy harmaduknak pedig az örökké valóság. 2004-ben végre lehetőség nyílt az emlékoszlop felállítására. A közösség, az összetartás és a közös munka dicsérete a református templom gondozott, esztétikus kertje, parkja. Az ősi templom történetéről Jenei Károly tiszteletes úr, a viski reformátusok 46. lelkésze beszélt.
Az első írásos említése ennek a községnek az 1270-ből való, amikor is a községet templomával együtt már említik. Viszont ez lett volna az a templom? Viszont azt mondják a hozzáértők, hogy az építészeti stílusjegyekből adódóan valószínűleg nem ez a templom volt még akkor, de mindenképpen a 14. században már ez a templom állt, ez a kőtemplom. Értelemszerűen római katolikus templomként, templomnak épült és úgy is funkcionált egészen a reformációt követő 1523-as esztendőig, és a szabad önrendelkezés jogból fakadóan úgy döntöttek, hogy templomostól, papostól ők először evangélikusok, majd 1556-ban reformátusok lesznek, lettek, és ez a mai napig is így van. Akár turisták, akár bármilyen más csoport eljön a Kárpátaljára vagy Viskre, akkor azok nem szokták kihagyni a Viski református templomot. Se kívülről, se belülről. Se kívülről, se belülről. Úgyhogy menjünk be és nézzük meg belül. Pedig a templomnak is kijutott a bajból. A 18. században például évtizedekig tető nélkül állt a viskiek egyháza. És aztán sikerült újjáfedni, és akkor pingálta fel Váli Antal, egy nyitrai festő, ezt a mennyezet freskót. Mikor volt ez pontosan? Pontosan 1789. Befejezték be. De ezek a díszítések is, ha valaki kérdezte, a padot ugyanazok. Tehát ez abból a korból való. Sőt a címer is, második József korabeli, de azt a csehek, mikor bejöttek, az látszik, hogy fel van újítva, akkor lefestették sötétkékre, és a szovjetek ugye szintén úgy hagyták. Lajos bácsi említette a padjainkat, amely padok nagyjából egykorúak a mennyezet festésével. Ennek ékes bizonyítéka például ez a pad, amelynek a homlokán látszik is, hogy 1788-ban készítette. Azért érdekesek ezek a padok, mert tulajdonképpen minden család a saját padját elkészítette, megcsináltatta. Ez azért bír jelentőséggel, mert, hogy Reményik írja a versében, mi még most is nagyanyáink és nagyapáink mellé ülünk le az Isten tiszteleten. Úgyhogy itt minden családnak a saját padja megvan. A másik az orgona, mert ez egy 1880-ban budapesti építőmester által készített orgona, Ország Sándor ennek az építője, a templomunk egyik éke, büszkesége, amit hála Istennek önerőből sikerült felújítani hozzáértő magyarországi mesterek kezemunkája nyomán, úgyhogy Lajos bácsi, mint kántor is szolgálatot teljesít a Viski református eklézsiában, és ő mondja most már azt, most már tényleg azt a hangot adja ki, amit ennek ki kell adni. A viskiekre sok mindent el lehet mondani, hogy jellemző dolog. Jellemző egyfajta büszkeség, jellemző egyfajta öntudat. Jellemző az, hogy mivel nekünk hosszú évszázadokon keresztül a király mellett az Istenen kívül senki más nem parancsolt, jellemző ez a fajta öntudat. És ami még most is, hála Istennek, jellemző az, hogy az Isten háza az még mindig fontos. Amit tetszenek látni, úgy kívül, mint belül, az szinte 100%-ig önerő. Ez a gyülekezetnek az élni akarását, a gyülekezetnek a szeretetét, odaadását, áldozatkészségét, munkája, ahogy kinéz ez a templom, ez a templomkert, az emlékoszlopok, a templom fala és minden más. Ez csak is a gyülekezetnek az érdeme. A lélek örömei után egy nem várt és nem kért varázslat. A viskiek töltött káposztája. Jöve Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Amen. Jó étvágyat kívánok mindenkinek. Szeressék, van elég belőle főzve, úgyhogy jó étvágyat. Június utolsó napja van. A tiszai kaszálón levágták az igencsak hosszú szálú anyaszénát, és a ruszin asszonyok ismerik a mondást. Nincs olyan szénás szekér, amire még egy villával ne lehetne rakni.
Igazából csak most vágunk neki a Tiszának. Az a reggeli 5 kilométer inkább csak bemelegítés volt. Délután 3 óra, előttünk a jobbparti Nagyszőlősi hegység kék tömbje, közepén a 878 méter magas Tupoly csúcsával. A Huszt fölött magasodó hegy tetején az antennával sokszor fog még irányt mutatni nekünk. Ez már az igazi vadvíz, jó lesz figyelni, mert a sodrás néha a zátonyra, néha a bokrokra nyomja rá a csolnakot. Persze a rohanó szakaszokat csendesebb vizek követik, ami arra is jó, hogy bevárjuk a lemaradókat. A szinte derékszögben kanyarodó folyó kettős veszélyt rejt. Ha a lassú vizet követed, akkor a limány visszafordít, mint most Vári Péterék hajóját. Ha viszont a sebes vízre csúszol, akkor könnyen bekap a bokor, és közel a borulás. Egy hajó borult, bevárjuk, segítünk. A fürdés ilyenkor még jól esik. Kemence kutya még megnézi az ukrán lányok vízi csatáját, és indulunk tovább. A kritikus helyzetben nem szégyen kiszállni és kézben levezetni a csónakokat, mert a vízitúra egyes számú szabálya a biztonság. Minden kaland csak utána következik. A sebes víz természetesen marja a kanyarok külső ívét, bontja a partot, függetlenül attól, mit talál rajta. Itt éppen egy legelőből harap le jókorát minden évben, kialakítva a talaj szerkezetét jól mutató metszetet. Vannak növények, amelyeknek szinte minden élőhely kifogástalan. Igénytelenek és irtózatos iramban szaporodnak. Ezeket hívja a botanika invazív fajoknak. Néhánnyal fogunk az utunk során is találkozni. Íme itt az első, az akár 5 méter magasra is megnővő kaukázusi medvetalp, amely nem csak méretei miatt félelmetes, hanem kifejezetten mérgező. Óvakodjunk az érintésétől. Az alig írtható növény az ernyősökre jellemző mérget tartalmazza, olyan mennyiségben, hogy érintésére a bőr képes kipirosodni, hólyagosodni, hegesedni. Kerüljük el, ha lehet. Ha mégis bőrünkhöz ért, szappanos vízzel alaposan mossuk meg. Az alámosott balpart fiatal erdőtelepítésének egy része nyilván a folyóban köt ki, és hogy végül hol köt ki, az már teljesen kiszámíthatatlan. A magányosan úszó lapát, amit Varga János kiszedett a bokor alól, arra utal, az egyik csónakunk megint borult. Néhány kiáltás előre, a csapat megáll, a legközelebb lévők segítenek, átöltözés, indulás tovább. Ismét egy keskeny, gyors szakasz erős jobbparttal, amit az idősebb fák is jeleznek. Lassan közelítünk a Huszttal szemközti balparti Avas-hegységhez. És amikor megkapjuk a belógó fűzvesszőtől az aktuális pofonunkat, már fel is tűnik az 1930-as években épült velétei közúti híd rácsos szerkezete. Túl vagyunk a 20. kilométeren.
A bal part nyilván a velétejiek fürdőhelye, amíg a Tisza el nem éri az Avashegy lábát. Mert onnan csak a jobb part alkalmas fürdésre, táborozásra, az pedig a Husztiaké. Akik még ezen a borongós nyári délutánon is szép számban és szép formákban vannak jelen. Huszt. Van-e, ki e nevet nem ismeri? A már annyiszor emlegetett öt koronaváros egyike. Jelentőségét vára és központi elhelyezkedése adta. Így aztán mindig a hadak és hatalmak keresztútjában állt, elegészen a 20. századig. 30 ezres lakosságának mára alig 5%-a vallja magát magyarnak, akiknek a nyelvük és kultúrájuk megtartásában többek között a kicsiny református gyülekezet van a segítségére, és Józan Lajos nagy tiszteletű úr természetesen. Erről a templomról tudjuk, hogy 1439-ben már állott, ugyanis egy oklevél beszél arról, hogy az akkori király a Huszton felépült új kőtemplom, Szent Erzsébet tiszteletére felépült új kőtemplom papjának milyen adományt juttat, és ezt királyi pecsétjével az uralkodó el is látta. Ekkor készülhetett, vagy legalábbis ebben az időben az a freskó templomunk falán, Szent István alakja, Szent László alakja és Szent Imre hercegnek az alakja. 1523-24-es esztendőt említenek egyes feljegyzések, hogy itt megindult a reformáció. Egy bizonyos Huszti Lovász Tamás hazájába visszatérő egyén, mint plébános, mint reformátor kezdte itt hirdetni a tanításokat az evangélium szellemében. Előbb a Luther féle úton haladva, majd történészek feljegyzése szerint 1556-tól a kálvini tanítást fogadja el, és attól kezdve, legalábbis mai ismereteink szerint, kálvinista református a gyülekezet. Gyülekezetünk a maga történetével olyan nagy neveket tudott még szerezni, mint Kölcsey Ferenc, akinek a dédanyja, Nagyidai Éva ide való asszony volt, és nyilván, amikor Huszton megfordult rokonlátogatóban, akkor a várat is megtekintette, de már az ő korában ugye romvár volt, és így írhatta meg a híres Husz című versét. A gyülekezetünknek nagyon fényes történelmi múltja van, de nem tudjuk, milyen a jövője, mert nagyon apadó-fogyó gyülekezet, mostanra alig van 200 tagja a gyülekezetünknek. A huszti erődítés a tatárjárás után épült jelentős várrá a Tiszavölgy, a Kárpátok hágói és a sószállító útvonalak védelmére. Királyi birtok, majd adományozások révén főúri tulajdon, aztán ismét királyi, Mátyás kezéből pedig a királyné birtoka lesz. A török időkben hol a királyi Magyarországhoz, hol az erdélyi fejedelmekhez tartozik. 1703-ban Rákóczi Ferenc elsőként hódítja meg, de nagymajtény után ismét császári helyőrség birtokolja. A 18. században tűzvész, többszöri villámcsapás és a csökkenő stratégiai jelentősége oda vezetnek, hogy nincs, aki újjáépítse. Helyőrségét Munkácsvárába vezénylik, köveit a katolikus templom építéséhez használják. Azt viszont pontosan tudjuk, hogy 1831-ben már lakhatatlan Róm, amely viszont kiválóan alkalmas volt egy kis nemzeti önvizsgálatra,
amit kölcseinél szebben máig nem fogalmazott meg senki. Bús düledékeiden husztnak romvára megállék. Csend vala. Felleg alól szállt fel az éjjeli hold. Szél kele most, mint sírszelekél, s a csarnok elontott oszlopi közt lebegő rém alakinte felén. És mond, honfi, mit ér epedő kebele romokorván? Régikor árnya felé visszamerengni, mit ér? Messze jövendővel komolyan ves összve jelenkort, has, alkos, gyarapíts, s a haza fényre derül. Aktuálisabb, mint valaha. Ha a várból a Tisza felé tekintünk, látjuk, amint az Avas-hegység balról és a Nagyszőlősi-hegység jobbról keretezi azt a kiáratot, ami az Alföld felé nyitja meg a Tisza útját, és amit egyébként éppen így Huszti kapunak neveznek. Azon haladunk tovább. Jó estét! Jó estét! Utunk során ez a Tisza-Kirvai a harmadik hidunk. Alatta áthaladva Máramaros megyéből Ugocsa megyébe érkezünk, amely a magyar történelem nem kevésbé érdekes, és az egyik legkisebb vármegyéje volt. Tudják, Ugocsa non coronat, mondják latinul a nagyszőlősi küldöttek. De ennek magyarázatával adósak maradunk, mert ismét történt valami váratlan. A hattyú és a vöcsök. S ha elmondjuk, hogy valójában egy ártatlan mellékág beáramlása okozta az egyik leggyakorlottabb kormányosunk hajójának borulását, elúsztatva a tartalék élelmiszer egy részét, akkor csak ismételhetjük. A vízenjárás, a vízitúrázás nem játék, és nem veszélytelen. De hozzá kell tennünk, egy jó túracsapat mindig készen áll a hasonló gondok megoldására. Például azzal, hogy a csónakba beköti a csomagokat, így egy borulás esetén nem úszik el semmi. Egy kis kipakolás, bepakolás, és mehetünk tovább. Aki nem hisz a szemének a következő képek láttán, annak igaza van. Hiszen ugyanazon az úton haladunk, csak egy évvel később, 2009. júniusában, amikor a Fehér Tisza forrásának bejárása érdekében ismét végigeveztük a felső szakaszt. És mivel az időjárással ebben az évben több szerencsénk volt, néhány helyszínt a 2009-es felvételeken mutatunk meg. A Verécei vasúti híd alatt áthaladva feltűnik a kiszélesedő ártér közepén álló várhegy, és rajta a várrom, királyháza. Találóbb lenne királynék házának nevezni, hiszen IV. Béla óta gyakran volt a királynék tulajdona, ajándéka, nyaralóhelye. Ha arra gondolunk, hogy Huszt várát is egy királyné, Beatrix kapta ajándékba férjétől, Hunyadi Mátyástól, akkor Kárpátalja Budától való jelentős távolságának különös értéket vagy értelmet kell tulajdonítanunk. A Huszti kapu a másik oldalról. A vár, amit egyébként Nyalábvárnak is neveztek, nem lehetett jelentéktelen erődítmény, hiszen több ostromot is sikerrel kiállt, míg aztán a várromboló Lipót 1672-ben leromboltatta.
A 13. század második felétől Királyházán van az ispánok székhelye, ezzel együtt az ugocsai királyi uradalom központja. Most egy kis időjáték következik ismét, visszatérünk a 2008-as utunkhoz, majd meglátják, hogy nem ok nélkül. Párás reggelen folytattuk utunkat, a tegnapi 38 kilométerrel a vállainkban, és a borulások izgalmaival a szívünkben. De hát új nap, új remények. A folyó egyre közelebb húzódik a Nagyszőlősi hegység utolsó, de rendkívül szép kúpjához, az 568 méter magas fekete hegyhez. Úgyhogy a szőlősiek vízibázisa szinte a hegylábon létesült. Szabó Károly, a Nagyszőlősi vízi csapat vezetője kedvéért megálltunk néhány percre. Víziturizmus szerintem ez fantasztikus dolog. Tehát ezt csinálni kell. És csináljuk is. Te például kikkel csinálod? Hát átlagban... Nagyszőlősiekkel? Nem. Hát, nem csak? Nem csak, tehát általában Ukrajna. Tehát a paletta. Donetsztől, Kharkov, Kijev, ez most nagyon divatos lett, mert ugye a tévé lehozza, a net, az extrém. De viszont a mi klubunk, meg általában mi a gyerekekkel, tehát tanítsuk itt lenne, ahol vagytok a gyerekeket. És aztán vannak ilyen korporatív csoportok, tehát cégek, fiatal, mondjuk persze, hogy Kárpáta is benne van a pakliba, főleg Kárpátai. Minden folyónak van egy felső szakasza, a Dunának is van egy felső szakasza valahol Németországban, de meg kell, hogy mondjam, szépségében meg sem közelíti a Tiszának a felső szakaszát, és az agyon szabályozottságával pedig egy viszonylag unalmas folyóvá válik. Itt viszont, ahogy a természet megalkotta ezt a helyet, ezt a területet, ez a 21. század embere is láthatja, tehát igenis ide el kell jönni, ezeket a helyeket végig kell levezni. Sajnos, meg kell, hogy mondjam, hogy egyetlen egy vízitúrázó csónakkal nem találkoztunk, pedig az idénynek a kellős közepén vagyunk. Kárpát, ez terra incognito. Ez tuti, ez, amit mondsz, ez így van. Kárpátairól, Tiszáról, csak akkor, hogy a tudósok valami, érted, valami, le akarnak hozni valamit. Vagy valami. Hogy igen, hogyha a szemét lemegy akkor. Alatorcán, az ungon, a Tiszán, akkor tele van vele a tévé, minden adó, érted? Negatív hírek. Na, de ez mindenhol így van. A szezon, ez kb. Olyan tizedike körül, július, és aztán augusztus, tehát hosszabb, itt később kezdődik a szezon, és hosszabb, mint nálatok. A vízitelep alatt rendkívül szép a folyó környezete. Balról a királyházi ártér, jobbról a Fekete-hegy meredek nyugati oldala, egy felhagyott kőbánya, szemben pedig a királyházára vezető vasúti híd. Tovább indulásunk után 2 kilométerrel találjuk a két nagyszőlősi hidat. Mi most a másodikon állunk, a közútin, amely Tekeházára vezet. Említettük már, hogy minden híd potenciális veszélyforrás. Az igazi veszély mégsem itt, hanem egy szűk kilométerrel lejjebb leselkedett. Elvezettek, csak kormányozhatok. És kövezéssel igyekeztek a jobboldali ágba terelni a vizet, de mint látjuk, kevés sikerrel. És mi is a nagyobb víz irányába fordultunk. A szerencse viszont úgy hozta, hogy ezen a lépcsőn minden csónakunk épségben átért. Vagy talán nem is a szerencsének, hanem kormányosaink ügyességének köszönhetjük. Nézzük meg most ezt a levegőből is. Mire a Fekete-hegy nyugati lábánál fekvő nagyszőlősre értünk, ismét sütött a nap. A város a nevét a hegy déli oldalán található szőlőültetvényekről kapta. Méghozzá jó régen, mert már 1262-ben zűlősként írják az oklevelek.
Az Árpádok alatt természetesen királynéi birtok, amire az 1284-es asszonyszőlős névváltozat is utal. Károly Róberttől városi rangot, Zsigmondtól pedig 1399-ben királyi ajándékozás révén új birtokost kapott. Ettől kezdve mondhatjuk, hogy Nagyszőlős a Perényiek városa, akik az eredetileg négy saroktornyos erődítményt a 18. században barokk stílusban átalakítják. Ebben a formában maradt a mai napig a város egyik legszebb építészeti emléke, a Perényi udvarház. A Rákóczi szabadságharc egyik leghűségesebb városa. Mondhatni, az első perctől az utolsóig a nagy fejedelem oldalán áll a nemes város, mégsem ez lett a végzetes számára. Az 1717-es tatár betörés szinte földig rombolta, porig égette, 1720-ban csupán 49 lakója volt. A 18. és 19. század mégis az épülés-gyarapodás időszaka lett. Nagy szőlőültetvények, nagyszámú zsellérség, iparosok dolgoznak, szesz főzde, gőzmalom létesül, iskolák nyílnak. 1889 és 92 között itt élt, és 1892. május 1-én itt, a Megyeháza nagytermében adja első nyilvános hangversenyét a 11 éves Bartók Béla, amelyen a Duna folyása című saját szerzeményét zongorázza. Az épületben most a Perényi Zsigmond középiskola működik. A 25 ezres város nagyon jelentős magyar többsége már a múlté. Alig 15%-nyi a magyarok aránya. Az élénk forgalmú járási székhely a tiszamenti kirándulásaink központja lehet. Sokat javult az ellátás, a környék falvaiban sok a látnivaló. A Tisza környékén mindenütt beszélnek magyarul. Ismét a 2009-es utunk képei következnek, elsősorban azért, mert ugyanott a nagyszőlősi parton, ahol tavaly Szabó Károllyal csak beszélgetni tudtunk a kárpátaljai víziturizmusról, most egy igazi vagány vizes csapattal és a Kárpátaljai Víziturisztikai Egyesület munkácsi vezetőivel találkoztunk. És érdeklődtünk, hogy milyen gyakran járnak hasonló túrákra. Általában májustól szerveznek csónaktúrákat a Tiszán és a Tereszván, de csak ha magas a víz. Ha a Tereszván alacsony a víz, olyan sok a kő, hogy lehetetlen evezni. Idén, áprilisban és májusban háromszor voltak a Fekete Tiszán, Rahótól a román határig. Onnan aztán közúton vissza, kicsit bonyolult, de meg lehet oldani. Kik szoktak jelentkezni, kérdezzük. Baráti társaságok, gyerekcsoportok egész Ukrajnából. Ez a csoport is több helyről jött össze, Kijev, Vinica, Drohobics. Négy napos túra, négy napig szeretnék jól érezni magukat. Mi ez a túra, amit most vesznek észre? Honnan, hová, mennyi idő alatt? Hát kuda i kuda ez kaká projekt? Bustinótól Újlakig. 98 kilométer, 3-4 nap, naponta körülbelül 30 kilométer, de van úgy, hogy 30 vagy 25. Ahol találnak egy jó helyet, ott megállnak. Nihvatájt ott Bustina do Vilaka 2 kilométer, nihvatájt na 100 kilométer, sőbő bőle. 98, na taki. Magyarországra nem járnak? Nem, mert ott lassú sodrású, csendes a víz. Inkább ide jönnek a magyarok, mert itt kevesebbet kell evezni, mert itt sebesebb a víz. Ezeket a katamaránokat Viktor Ivanovics tervezte, és saját maguk készítik. Korábban még a mellényeket is saját kezűleg készítették. Az első katamarán, amit láthatunk, 1986-ban készült, és a mai napig használatban van. Az utat tovább már ismerjük tavalyról.
Itt az első, a királyházára vezető vasúti híd jól kiépített partvédelemmel. Van víz, van sebesség, nincs akadály. Itt a második, a Tekeházára menő közúti híd. A pillér mögött a folyó kis zátonyt épít, ezt nézték ki maguknak az ukrán vizesek egy kis délidei fürdőzésre. Nem ijedős társaság. A balparti jegenyék jelzik, hogy 100 falu magasságában járhatunk, de még a partmenti fák sem garantálják, hogy jövőre ugyanott találjuk őket. Jobbra ezt a jegenyét is az elmúlt tavaszi nagy víz fektette el. Ezek a tar ágak viszont azt jelzik, hogy ezen a bedőlt, ide sodródott vatörzsön már elmúlt néhány tavasz. A jobb parti fiatal erdő még állja a nagyobb vizek rohamát, de a balparti zátonyon láthatólag alig van idejük a magoncoknak feltápászkodni. A következő nagy víz lesmirglizi őket. Az uszadékon, megakadt fákon átzúgó víz hangjából és sebességéből lehet következtetni a meder esésére, ami változó lehet, de egy átlagot tudunk mondani. Itt Tiszahetény 10 kilométeres körzetében körülbelül 10 méter, tehát kilométerenként 1 méter. Ez igen jelentős, helyenként 10 km per órás sebességet is jelenthet. Itt nincsenek útjelző táblák, és nagyon kevés az olyan parti objektum, amely eligazítana, hogy hol járunk. A jobb parti tiszaszirmai fiúk szerint Péterfalva, ahol ebédelni fogunk, már csak 5 kilométer. Jó fél óra. A jobb parti ártéri legelők eltartják a szirmai csordát. Az itatással sincs nagy gond, úgy tűnik a hűtéssel sem. Aztán itt van mindjárt egy másik csorda. Legel, iszik, hűsöl, delel. Este hazamegy Sásvárra, és leadja a tejet. Ez az élet egyszer már ki volt találva. Tiszta, egészséges, energiamentes, környezetbarát. Csak az egyensúlyra kellene vigyázni, mert az ipari méretek felborítják az egyensúlyt, amit újabb egyensúlytalanságokkal próbálunk helyreállítani. A kistermelés, az önellátás bizonyos foka valószínűleg ismét korszerű lehet. Előre húzd meg! Az átfeszítés és a gázvezeték kábelhídja már rajta van a térképünkön, tehát pontosan tudjuk, hogy még 4 kilométer Péterfalváig. A fiúk vagy tévedtek néhány kilométert, vagy csak minket akartak biztatni, serkenteni azzal, hogy 3 kilométerrel kevesebbet mondtak. Aztán valóban feltűnik a balparton a Péterfalvi református templom sisakja és az eltéveszthetetlen óriás kerék. A balparti Péterfalvával és Tiszabökénnyel szembeni zátonyon megállunk ebédelni és delelni, pihenni.
Családi idő. Akinek kedve és ereje van, moshat, köveket dobálhat, úszóversenyt rendezhet. Nagyszőlős óta egyhuzamban jöttünk közel 20 kilométert. Jó az idő, jó a víz, jó az ebéd, szép az élet. Péterfalva és a vele lényegében összeépült Tiszabökény két Árpád-kori, ma is csaknem teljesen magyarok lakta település 2000 lakóval. Amiért érdemes kiszállni és egy kicsit gyalogolni a faluban, az Kárpátalja egyetlen magyar vonatkozású szabadtéri néprajzi gyűjteménye. Vezetőjes, ez alkalommal vezetünk Borbély Ida, aki azonnal egy meglepő bejelentéssel kezdi. Most mi helyileg Tiszafarkasfalván vagyunk. Nem láttam kiírva ezt a nevet. Hát sajnos, hogy az úti táblák már nem jelzik, sőt még a térképen sincs, de a Fogarasi kúriában van egy tábla, ami a magyar időből való falutábla, ott ki van írva, hogy Ugocsa vármegye, Tiszafarkasfalva, Újlakijárás. Ez az öt község, Tiszabökény, Tiszafarkasfalva, Tiszapéterfalva, Tivadarfalva és Forgolány, ezek kisnemesi falvak, és erről már említést tesz a történelem a 12.-13. században. Tehát akkor egy nagy történelmű helyen vagyunk, és ezeknek az épületeknek is megvan a nagy történetük. A Tiszaháti Tájmúzeum szerves részeként van ez itt, ez a három épület, az egyik a szegényház, amely 1918-ban épült eredeti helyén, és a Mezei Gyula portája volt. Paticsfalú, döngölt padlójú, ahol megmaradt minden használati tárgy, úgy, mint ahogy ez ugye 1918-ban volt, és 1975-ben állították itt fel, ezen a helyen, itt a tóparton, a Fogarasi kúria előtt. A másik épület, az az 1920-ban Péterfalván, a nemesi falva központjában felépített iskola, az első hatosztályos tanulók számára. Itt van a régi iskola, berendezve padokkal és mindenféle régi kellékekkel, és a tanítói lakás egy konyhából és egy dolgozószobából áll. És ott a háttérben van a leggazdagabb, a legmódosabb porta. Igen, az egy módos gazdaháza, a Biki Jóska féle porta. A Biki ház 1882-ben épült, ez egy tornácos, pitvaros, nagyon szép régi ház, ahol van tiszta szoba, ahol van egy nagyszerű konyha és egy kamra minden ellátva, és hát látszik, hogy palánkkal van körbevéve, galambduccal, kerítéssel, és mélykaptárral is gazdasági melléképületekkel. Tehát jelzi azt, hogy ez egy gazdagabb ember volt. 1975-ben nagy szerencsék volt azzal, hogy az akkori határőr kolhoznak, TS-nek, később majd agrárcégnek, egy olyan elnöke volt, aki történész volt szakmája szerint, Biró Andor, és aki a falunk szülötte, és aki akkor rá érzett arra, hogy ez mennyire fontos a falu számára, és abban gondolkodott, hogy megmaradjon a felnövekvő nemzedéknek ez a csoda, hogy a gyerekek, fiatalok tudjanak honnan ihletet meríteni, és lássák azt, hogy milyen volt a népi építés, ugye 100-200 évvel ezelőtt, és itt az építőbrigád szakszerűen szétszette, és itt rekonstruálta ezeket az épületeket. Köszönjük, szavaztok!
No, ez egyáltalán nem meglepő, hogy jöttünk vagy 2 kilométert, és ugyanabba a faluba értünk, ahonnan elindultunk. A nagy kanyarulatok végigevezése után az utca másik végére jutottunk. Ahogy egyre laposabb területekre érünk, úgy csökken a meder esése. Az uszadékok mind sűrűbben feneklenek meg, s hagyják itt ezeket a különös facsontváz maradványokat. Figyelni kell, nehogy ráfussunk valamelyikre. És a következő kanyarban feltűnik utunk 7. hídja, amely egyúttal a magyar határ közelségét is jelzi számunkra. A hídpillérek mellett jól látszanak a régi híd facülöpjeinek maradványai. Ezekre a híd közeli akadályokra kell figyelni minden áthaladásnál. Tiszaújlakon még arra is, nehogy nagy lendülettel tovább haladjunk, mert itt a határ. Lefelé tekintve a bal part, hamarosan, 200 méterrel a híd alatt, már Magyarország. A jobb parton stranduló és a hídról ugráló gyerekek tiszaújlakiak. Tiszaújlak, a ma is magyar többségű nagyközség, elég régi lak, mert már 1304-ben is Újlak néven említik. Jelentőségét a tiszai rév és a sókikötő adta, ahol a só kirakása, tárolása és továbbszállítása történt az ország és környék településeire. Mielőtt átlépnénk a határt, van még egy elmaradhatatlan kötelességünk. Meglátogatni az úgynevezett turulós emlékművet. Itt Újlak és Bökény között vívta első sikeres ütközetét a császári erőkkel, a Rákóczi vezette kuruc sereg 1703. július közepén. Egyébként az emlékműnek is megvan a maga története. 1906-ban a fejedelem hambainak hazatértekor emelték a győzelem emlékére. Gondolhatják, 1945-ben a helybeli vezetők rombolják le az obeliszket, a köveiből pedig szovjet hősi emlékművet építenek. Bíró Andor, a Péterfalvi kolhoz elnöke, nevével a skanzen létrehozójaként találkoztunk, már a 80-as évek közepén megszerzi az újjáépítés engedélyeit, de a tényleges építésre mégis várni kellett a rendszerváltás évéig. 1989. július 16-án avatják fel ismét, mert itt a malmok lassan őrölnek. Hogy mennyire lassan? Mondok egy példát. Az ide érkező vizitúrázó útlevél és vámvizsgálatát nem lehet a vizen elintézni, mint Ausztriában vagy Szlovákiában lehetett, amíg egyáltalán kellett. Hanem ki kell pakolni, a csónakokat kézben vagy autón eljuttatni a határállomásra, ott átcipelni, és a magyar Tiszaparton ismét vízre rakni. Ez a vizes csapat sok mindent megélt már a hazai és nemzetközi vizeken, így biztosan mondhatjuk, hogy a malmok végül csak megőrlik, amit az idő rájuk mért. Egy szóval, tessék csak erre járni, kirándulni és vizitúrázni a Kárpátalján, mert minden évben egyszerűbb, jobb, könnyebb, vagy ahogy mostanában mondani szokták, európaibb.